Nem semmi, hogy segíthetsz bemondani az igazgatónak a reggeli híreket, Krisz. Hát még hogy elfelejtettem a gatyámat. Meg, add neki a nadrágot. De anya! Meg, az öcsédnek ma nagy napja van. Jó. De király, olyan leszel, mint a DJ-k a Sirius XM-en. Amíg a híreket olvasod, masszírozni fogom a vállat, hogy a bíróságon azt mondhassam, mindenkivel ezt csinálom. Na, akkor jó, rendelet. Reggelt. Mikinek? Mindenkinek. A Didi Kalácsá gyűlése. A diáktanács gyűlése. Végeztél is, ügyes vagy. Remek volt, Krisz. Peter, figyelsz te rám egyáltalán? Járkáljál kicsit föl le! Az a dumám, hogy wow. Öreg, nem tudja, hol talál a könyvet a hasnyálmi rígyről? Igazi, mert csinálom a motorhangot. Csákány, Stewie! Látom, végre lenyírod a füvet. Hát, ha valaki visszaadta volna a fűnyírómat akkor, amikor ígérte, már hetekkel ezelőtt lenyírtam volna. Látom, nem csak a fűnyíró van bedörrentve. De ha már itt tartunk, szeretnék kölcsönkérni egy ásót, mert gödröt ások. Gödröt? Miért? Hová mész? Kínába? Remélem. Jó van, majd figyellek Instagramon. Figyelem, Griffinék, valaki péniszt rajzolt a kocsimra. Peter, most rád nézek. Nem én voltam, azt se tudom, hogy néz ki egy pénisz, nem vagyok én buzi. Sose láttam olyat. Neked talán nincs péniszed? De van, csak nem bámulom, mert nem vagyok buzi. Még ha punci lett volna, azt mondanám, találd. Abból láttam egy csomót, konkrétan hármat. Hoppá, hármat? Részleteket? Jó. Anyádét? Zsír. A nővéredét mikor született? Kevésbé zsír. Meg a néni kémét, kifordult a koporsóból és felcsúszott a ruhája. Stewie Griffin, Brian Griffin képviselem, aki pereli önt becsületsértésért. Bizony, ügyvéddel jövök, te kis pörcs! Ha nem tanultok meg viselkedni, büntetésben lesztek! Büntetésben? Ez büntibe zárt minket a saját házunkban! Uram Isten! Jézusom! Allahu Akbar! Hát, akkor most megbeszéljük ezt, aztán kitörünk a büntetésből. Mr. Griffin elkezdheti. Köszönöm, bíró úr. Bizonyítandó, hogy Brian Griffin valóban idióta, így nem lehet szó becsületsértésről. A tanúk padjára szólítom Brian Griffint. Mr. Griffin azt állítja, hogy ön nem gyógyós. Ha ez így van, kérem, mondja meg, mi a különbség Michael Cera és Jesse Eisenberg között. Tiltakozom, ezt senki nem tudja megmondani. Brian ügyvédjének, az úrnak az asztalt ért beverés társaiktól. Köszönöm szépen. Kurva élet! Baszki! Pont a csontot! Kíván felszólalni? Mi? Nem! A Family Guy következő részében Griffinék büntetésbe kerülnek, és az egyetlen színes színész a fűnyírós embert játsza. Nézzék meg, jó lesz! Karen Altman ismerősnek jelölt. Karen Altman? Na hát, kísért a múlt! Peter Griffin visszaigazolta, hogy ismer. Kezdődik a játék. Szia, szép fiú! Régóta nem beszéltünk. Európában rekedtem, és csak egy bikini van nálam. Át tudnál utalni 3000-et a régi idők emlékére? Beatrice Fuller ismerősnek jelölt. Beatrice Fuller? Az milyen csaj volt? Joe Svensson visszaigazolta, hogy ismer. Csakmat. Nem hiszem el, hogy ezt tetted velem. Ezt sosem bocsátom meg. Ugyan már, Brian, te kutya vagy. Kimegyek az ajtón, visszajövök, te meg odáig leszel örömödben, hogy láthatsz. Szevasz! Hát visszajöttél, már azt hittem, örökre elmentél. Nem írok több csicskusz könyvet. Nem is azokról beszélek, hanem erről! Langyi a focifejű baba? Írt a Griffin, Brian? Elmondaná az egyik dumáját? Mondjuk szia, matróz, vagy bráncsra fel? Vagy azt, hogy popó vagyok. Brian! Vége. Csicskusz és Langyi kalandjai, írta Griffin Christopher. Nos. Sajnálom, de nekünk nem ez a profilunk.